Köszöntöm a Bicskei Televízió nézőit, önök Szívügyünk Bicske című közéleti magazinunkat látják. Mai adásunkban az autizmussal foglalkozunk kiemelten. Az autizmus spektrumzavar állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtő fogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban és kommunikációs képességekben, valamint abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Bár az eredete ismeretlen, ha genetikai tényezők fontosnak tűnnek, okait jelenleg is kutatják. Az autizmus spektrumzavar állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtő fogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. A spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van, bár az eredete ismeretlen, a genetikai tényezők fontosnak tűnnek. Okait jelenleg is kutatják. Ez a spektrumzavar a neurobiológiai betegségnek számító fejlődési zavarok egyik kategóriája. Az autizmus az egy láthatatlan különlegesség, egy különleges állapot, amelynek számtalan megnyilvánulási formája, módja van. A legenyhébb kategóriába tartoznak, azt mondják a szakemberek, az Asperger-szindrómások, akiket inkább olyan kis csodabogarak hasonlítanak. Alapvetően a nagy részük normál intézménybe jár, óvodába, iskolába, és van valami, amiben kimagaslan jól teljesítenek. Számok világát szeretik, nyelveket szeretik, pillanatok alatt megtanulják a vonatoknak a menetrendjét, tehát valamiben nagyon jók és nagyon ügyesek. Aztán ennek a sornak a másik végén pedig azok vannak, akiknek az autizmusuk mellett egyéb kísérő súlyosabb betegségeik is vannak. Tehát ők azok, akik jobbára folyamatos felügyeletet igényelnek, általában vagy otthon, vagy pedig valamilyen bentlakásos intézményben vannak ezek az autisták, ezek az ellátottak. És akkor ezen a rendkívül széles spektrumon, ugye ahány autizmussal élő, annyi féle megnyilvánulás, annyi féle erősség és nehézség, és még a diagnosztizált Asperger-szindrómásokon belül is, hogyha két Asperger-szindrómás gyereket nézünk, akkor az egyik egyikbe jó, a másik másikba jó, egyiknek ilyen nehézségei vannak, a másiknak olyan nehézségei, mint ahogy általában nekünk is, hogy van, amiben jók vagyunk, abban nem biztos, hogy más is ugyanolyan jó. Viszont attól függetlenül, hogy ezen a spektrumon hol helyezkednek el, az biztos, hogy mindenkinek nehézségei vannak, mármint az autizmussal élőknek, a kommunikációban, a társas viselkedésben és a letapadt gondolkodásmód jelent nekik problémát a mindennapokban. Nem szeretjük azt, hogy betegség, láthatatlan különlegesség, azt mondjuk erről, attól függetlenül, ahogy említetted, valóban, tehát ezt a magyar rendszerben, oktatási jog meg minden rendszerben, ezt sajnos gyűlölöm kimondani, de azt mondják, hogy fogyatékossággal élnek, és valóban valamilyen betegség csoportba próbálják őket berakni, de inkább használjuk azt, hogy ez egy láthatatlan különlegesség. Ez egy vele született láthatatlan különlegesség, amely egész életen át végig kíséri aztán az embert. Ebből nem lehet kinőni, ezt nem lehet meggyógyítani, ezt kezelni kell tudni valamilyen szinten, ami azt jelenti, hogy minél korábban kapja meg valaki az autizmus diagnózist, ugye annál korábban tudják el
kezdeni jó esetben a speciális fejlesztéseket, és ebben az esetben rendkívül látványos javulás, változás állhat be az életminőségbe, a családon belül és az adott gyermeket, embert is figyelembe véve, és hát például az Asperger-szindrómásak, de még akár a picikét súlyosabban érintett, autizmusban súlyosabban érintett gyermekek, fiatalok is teljesen be tudnak a társadalomba illeszkedni. Habár könyvek, cikkek sora íródott róla, nem sikerült pontos, minden autistára jellemző leírást adni. Előfordul, hogy szülők vagy akár az autista saját maga sem ismer magára a leírások alapján, ugyanakkor felismerik idegenek, akikkel az illető először találkozik. Különösnek, másnak látják, külföldinek nézik, esetleg siketnek. Többségi környezetben gyakran ki is közösítik, bántják őket, főleg gyermekkorban. Igazán csak befogadó környezetben érzik jól magukat. Most gyógypedagógus diagnosztizálhat, mégpedig olyan, akinek van ilyen specializációja. A gyerekek azért látják, hogy valami nem kerek. Én tudom mondani az én fiam osztályát, hogy én esélyórát tartottam a saját fiam osztályában, és amikor mondtuk, hogy több autista is van köztetek, akkor azt kérdezték a gyerekek, hogy kik azok. És ez nekem olyan jó volt, mondom, hoppá, akkor ezek szerint még nem biztos, hogy leesett nekik. Ez alsóba volt, azt hiszem. Hát most már felsősök vagyunk. Nyilván egy kicsit különcebbek ezek a gyerekek. Azt tapasztaljuk, hogy minél idősebbek, tehát megint csak azt kell, hogy mondjam neked, de hát ugye ez normális, hogy felsőbbben kiskamaszok, meg középiskolában pláne már megy, egymást normál helyzetbe is húzzák a gyerekek, ott egyre nehezebb már ezeknek a gyerekeknek a beilleszkedés, mert hogy azok az apró játszmák, amelyeket a gyerekek normál helyzetben, nem akkor, amikor digitális tanrend van nyilván, hanem egymás közelébe vannak, és nézések, mozdulatok, stb. Egy autizmussal élőt ez nem feltétlen ragadja meg, veszi észre, elképesztően őszinték, tehát nem csomagolják be a mondandójukat, ami nyilván adott esetben sértő lehet mondjuk egy kortársnak, hogy azt mondja, hogy hagyja engem békén, mert engem az nem érdekel, a másik meg jó. Hát nem feltétlen lehet jó, de azért nézzük meg, ugye a kettő között mekkora különbség van. Egy autizmussal élő nem fogja ezt becsomagolni, hanem mondja, hogy mi van. Nagyon, nagyon nehéz ez a dolog, és most egyéb kérdések kapcsán is felmerült, hogy milyen jó lenne, hogyha lenne egy téni csoport is akár az autizmussal élőknek, hogy ezekről tudjunk beszélni, és minél több infot tudjunk, hogy mi játszódik le bennük ilyenkor, vagy mivel tudnánk nekik segíteni. Ugye az esélyórákon eleve elmondjuk, hogy hogyan tudunk egymáshoz fordulni, de mint ahogy előbb mondtam, mindenki más problémával küszködik. Csak az a baj, hogy ezeket a gyerekeket már nagyon nehéz, hát 10 éves gyerekekről beszélünk. Azt mondom, hogy a normál iskolában is nehéz a 10 éveseket megfogni. Hát még hogyha valami különlegességet érez magába az a gyerek, és a gyerekek meg elképesztő őszinték egymással, ezt tudjuk. És ez néha tud fájni is. Definíció szerint az autizmusban késés figyelhető meg a szociális interakcióban, a szimbolikus és imaginatív játékban, és a tünetek 3 éves kor előtt megjelennek. Az autizmus egyre gyakrabban lép fel gyermekeknél, ennek okait vitatják, lehetséges, hogy csak arról van szó, hogy gyakrabban ismerik fel, mivel egyre részletesebben fejtik ki a diagnózis kritériumait, aminek következtében egyre több autistát találnak. Ma már csak az autisztikus zavart, illetve az Asperger-szindrómát különböztetik meg. Azok a gyerekek, akik, és hogyha elvonatkoztatunk az autizmustól, tehát bármilyen, valamilyen különlegességgel élnek, ők nyilván látják a külvilágot, és látják, hogy ők valamiben esetleg mások. Az más kérdés, hogy egy gyerek esetében nyilván a szülő és a nevelési oktatási intézmény feladata, aztán meg a védőnői hálózat, meg az orvosok, meg stb. Tehát akik kapcsolatban állnak a gyerekkel és a családdal, az ő feladatuk az, hogy a megfelelő útra tereljék őket, hogy a vizsgálatokon átessenek, és a diagnózis
megkapják. Ez egy hosszú, rendkívül hosszú procedúra, sajnos túl hosszú, tehát sokszor évek telnek el attól a pillanattól, hogy felmerül, hogy a gyerek esetleg érintett az autizmusba, egészen odáig, míg megkapja a papírt. Na most, hogyha évek telnek el, akkor lehet gondolni, hogy ez mennyi kiesést jelent, mert a fejlesztést addig nem kapja meg, amíg nincs meg a diagnózis. A szülőklubot tudom mondani, a szülőklubba, visszakanyarodva a kérdésed elejére, a szülőklubba gyakran foglalkozunk azzal, hogy mikor érdemes elmondani a gyereknek, mikor érdemes nevén nevezni, hogy ezt úgy hívják, hogy autizmus. Teljesen változó, hogy a szülők mikor és hogyan próbálták ezt megmondani. Én nekem a legfrissebb élményem ezzel kapcsolatban az az, hogy egy projekt kapcsán egy iskolába egy nagyon szűkkörű szülői megbeszélést hívtunk össze, és az egyik anyuka azzal kezdte, hogy nagyon szépen köszöni, hogy én tartottam a gyermeke osztályában egy esélyórát, mert a gyermeke este megkérdezte, alsóba voltam, általános iskolába, és a gyermek este megkérdezte, hogy anya, én is autista vagyok? És egyből könnyebb volt az anyukának akkor erről innentől kezdve beszélni, mert akkor, amikor az autizmusról beszélünk, és próbáljuk a gyerekünknek nevén nevezni a dolgot, akkor általában ezt valami pozitív dologgal kell. Tehát nem azért hisztizel annyit, fiam, mert autista vagy, véletlenül se, mert mindenki hisztizik adott esetben, én is szoktam, és szerintem mindenkinek vannak rossz napjai, hanem én például a fiamnak mondtam, hogy azért találja meg pillanatok alatt a 4-5 levelű lóherét, azért képes a másodperc tört része alatt kiszúrni, hogy melyik égő nem ég, és melyik ég, tehát egész pici volt, bementünk egy rendelőbe, fölnézett és azonnal mondta, hogy 3 égő jobbra és 2 balra az ki van égve, és akkor az orvos nézett, hogy ez most mi, anyuka, köszönni ki fog? Hát mondom, ő most így köszönt, és biztos lett benne, hogy pont annyi éget ki, amennyit mondott, mert hogy fölnézett, és tehát hogy fénykép agyuk van. Tehát, hogy valami pozitív dologgal próbáljuk ezt mindenképpen tálalni a gyereknek. Jó természetesen minél előbb azért, de a gyerek szintjén, és hogyha ha felmerül esetleg ennek kapcsán, hogy hát anya, akkor én mit tudom én, a barátok miért fordulnak el ekkor, akkor, amakkor, akkor esetleg erről is lehet az ő szintjén nagyon röviden, hogy igen, neked problémát jelent, ha sokan vannak körülötted, a zaj, de pont ezért fülvédőt használunk, vagy pont ezért, hogyha úgy érzed, hogy zavarnak a többiek, akkor el tudsz vonulni az osztály másik sarkába. Én azt gondolom, hogy ha erről természetesen beszélünk, mert hogy itt van. Ami nehéz az autizmusban, az a láthatatlanságából adódik, mert ugye ha látunk egy mozgássérültet, akkor nem kérdezzük meg, hogy mi a probléma és miért nem áll fel. Hogyha látunk egy kommunikációban és a szociális viselkedésben érintett autistát, akkor az emberek meg azt mondják a gyerekre, hogy hisztis, mert nem látják, nem látnak bele. Szóval, hogy erre meg kell érni, hogy lássuk, hogy amíg a mozgássérültnek odaadjuk a botot, a különféle járást segítő eszközöket, addig az autizmusban érintetteknek pedig a kommunikációt és a szociális viselkedést segítő eszközöket kell odaadni. A szülői szerepvállalás kérdése is nagyon fontos. Mindenkinek nehéz az elején szembesülni azzal, hogy a gyermekükről kiderül autista. Vannak, akik hamarabb megbarátkoznak a gondolattal, vannak, akiknek több idő kell, de előfordulhat olyan is, aki tudomást sem akar róla venni, és inkább a szőnyeg alá söpri a gondokat. Ezt már annyiszor elmondtam, hogy ha érezzük, hogy valami a gyerekünkkel nem kerek, akkor én másnál pillanatok alatt korábban is észrevettem, hogyha esetleg valami gigszer van, a sajátom az enyém. Elképesztően elfogult vagyunk a saját gyerekünkkel, de ez a dolgunk.
és sokkal nehezebben veszük tudomásul a saját gyerekünkön, ez legyen pedagógus szülő, bármilyen szülőről beszélünk, hogy esetleg valami nem úgy alakul, ahogy. Én nekem a második terhességem, a kisebbik gyermekem autizmussal élő, Asperger-szindrómás az Ádi. Tehát volt összehasonlítási alapom az első után. De még így is azt mondom, hogy csak utólag, 2-3 éves kora körül kezdtük összerakni, hogy valami lehet, hogy nem kerek, és akkor az óvodában nagyon óvatosan mindenféle fejlesztésekre küldtek, nem egyedi egyébként a mi esetünk, mert általában ez van. Most már talán jobb és korábban küldik el diagnózisra a gyerekeket, de mi évekig különféle fejlesztésekre jártunk, és mindig volt egy pici javulás. És akkor úgy megnyugodtunk, hogy na akkor ez most már úgy jó lesz, vad a gyerek, nem beszél, későn kezdett el beszélni, tehát nem játszott a többiekkel, el volt a sarokba és rakoskatta a saját maga cuccait, kockákat, stb. Ha valaki oda ment, akart vele játszani, hát ki volt akadva, tehát vele ne akar ő játszani senki. Tehát voltak ilyen tipikus dolgok, de volt egy kis fejlesztés, mindig kicsit javult a helyzet. Általános iskola első év végén mondta a pedagógus, hogy ki kell vizsgáltatni, mert itt valami komolyabb dolog lehet, és hát akkor Pesten kaptuk meg a diagnózist. Ilyenkor a szülő, még akkor is, hogyha ennyi év felkészülésem volt, mert tudtam, hogy valami nem kerek, de ugye amikor legelőször óvoda nagy csoportjába durván egy szakember kiejtette a száján, hogy hát autisztikus tüneteket lát a gyereken, én utána napokig bőgtem. Hát az én gyerekem, szó nem lehet róla. És ugye az iskolában jött ez a megerősítés, hogy csak ki kellene vizsgálni, és amikor mondták, hogy hát igen, az, hát még ilyen felkészültség, tehát a lelkem azért valamelyest csak kellett, hogy errefele nyisson, hogy hoppá, mi van, ha mégis, de ettől függetlenül mégis az emberbe egyfajta gyászfolyamat megy végbe. Mert ugye azt mondják a szakemberek, hogy hát ilyenkor azt a gyerekképet kell, hogy elengedjük, amit mi korábban felépítettünk a gyerekünkkel kapcsolatban. És egy másik gyerekképet kell felépíteni, ami nem rosszabb, csak egyszerűen más. Én olyan jövőképet látok a gyerekemnek, és ő is magának, amit remélem, hogy már addigra az oktatási rendszer ott tart, hogy látja ezekben a gyerekekben a műszit, a lehetőséget, hogy megfelelő fejlesztésekkel és megfelelő odafigyeléssel fantasztikus dolgokat tudjon elérni. De ugye azt el kellett engednem. És helyette most van ez. És jó. De azért ez nem olyan egyszerű. Tehát van olyan szülő pár, aki néhány hónap alatt átáll, van olyan, akinél ez évekbe telik, és van olyan, akinél egyáltalán nem valósul meg. És hát arról nem is beszéltünk, hogy hány olyan anyukánk van, aki egyedül van, mert hogy hát az anyuka az én gyerekem, én szültem, de hát sajnos ugye a férfi ember az amúgy is nagy a válások száma, hát ha van még egy problémásabb gyerek, akkor sajnos előfordul, hogy az anyuka egyedül marad a gyerekkel. És akkor még nem beszéltünk a nagyszülőkről, tehát egy nagyszülő nem lát betegséget, láthatatlan, ugye ezzel indultunk. Mi baja lenne? Egyen két zsíros kenyeret, aztán majd mindjárt meggyógyult. Hát ez nálunk is volt, hogy a gyerek egyen két zsíros kenyeret, és akkor jó, nem fog hisztizni. Tehát nagyon, ez egy rendkívül összetett és nehéz dolog, ennek az egésznek a elfogadása. Sugár Gabriella szerint lassan változik az emberek megítélése az autizmussal kapcsolatban. Az autistáknak a kommunikációban, társas viselkedésben nyújtott támogatás ugyanolyan fontos, mint egy mozgássérültnek az akadálymentes bejutás egy intézménybe. Amikor az autista kisfiát megkérdezte, mi szeretne lenni, ha nagy lesz, azt válaszolta: őszintén megmondva még nem tudom, de akármi is lehetek, ugye anya?
Három évvel ezelőtt jött létre Tatabányán a Kékmadár Szülőklub, ami a teljes régióra kiterjedő segítséget nyújt az autizmussal élő gyermekek szüleinek. A kezdetben a helyi Család és Gyermekjóléti Központ szakmai támogatásával működő csoport zárt és nyílt közösségi oldalt is létrehozott. Az érintettek ezen a platformon is tehetnek fel kérdéseket, illetve megoszthatják örömeiket, bánatukat és tapasztalataikat egymással. A három éve megalakult Kékmadár Szülőklub zárt csoportjához csaknem 200-an csatlakoztak ez idő alatt, főként Tatabányáról, de sokan vannak, akik Fejér megyéből és Pest megyéből is a csoport tagjává váltak. Az érintettek ezen a platformon is tehetnek fel kérdéseket, megoszthatják örömeiket, bánatukat, tapasztalataikat egymással. Rendszeresen tartanak összejöveteleket a Puskin Művelődési Házban, de a járványhelyzet miatt most csak a Kékmadár Szülőklub közösségi oldalán tudják tartani a kapcsolatot. Már az alakulás évében megszólították a pedagógusokat, s a nagy érdeklődésre való tekintete azóta is rendszeresen tartanak különböző ismeretátadó fórumokat, workshopokat. Kelemen Kálazi Éva szakértő irányításával a nevelési és oktatási intézmények dolgozóinak. De elképesztő sok minden történt, és most én megpróbálom így összefoglalni, hogy tulajdonképpen honnan hová jutottunk. Ugye volt ez a szituáció, hogy az ember hogy szembesül az autizmussal, én hogy szembesülök az autizmussal otthon a gyerekem révén, és én emlékszem azokra a pillanatokra, amikor először mentem egy szülőklubba, és a szőnyeg alatt lopakodtam be, mert egyszerűen nem tudtam, hogy kell viselkedni. Úristen, mi lesz, ha meglátnak? Neki is autista a gyereke? Érted? Tehát, hogy annyi minden játszódik ilyenkor le az emberbe, és azt mondtam, hogy nem. Tehát nem lehet, hogy más is szorongjon, sírjon. Kell, hogy legyen egy olyan közösség, ahol egymást tudjuk segíteni, és ez volt az alapállás, hogy egymást próbáljuk meg segíteni. És három évvel ezelőtt a Család és Gyermekjóléti Központ szakmai segítségével ott életre hívtuk, akkor még támogató szülőklubként hívtuk a szülőklubot. Havonta tartottunk különféle összejöveteleket, beszélgettünk és hívtunk szakembereket, készültünk mi is különféle anyagokkal, előadással, hogy egymást tudjuk segíteni. És már az alakulás évében azt mondtuk, hogy nekünk nagyon sürgősen el kell jutnunk azokhoz, akik a legtöbbet töltik a gyerekeinkkel, ezek a pedagógusok. És már az első év őszére hirdettünk egy pedagógus workshopot, gondoltuk, hát eljönnek majd páran, és akkor ilyen gyakorlatias valami foglalkozást szervezünk. 70-en jöttek el, workshop helyett előadás lett, Pestről hívtunk egy kiváló szakembert, és akkor rögtön meg is kérdeztük, hogy szeretnének-e rendszeresen találkozni szakemberekkel, akik segítik őket abban, hogy hogyan miként kezeljék a normál oktatási intézményekben ott lévő nagyon sok autizmussal élőt, mert most már azt kell, hogy mondjam, hogy az a ritka, ha olyan osztályba megyek be, ahol nincs érintett gyermek. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyan 30-40 gyerekenként egy előfordul, 6. És azt mondták a pedagógusok, hogy igen, nagyon szeretnék, és innentől kezdve mi különféle etapokat és sorozatokat hirdettünk. Két havonta találkoztunk velük, hát egészen addig, amíg nem jött a járvány, ugye pont egy éve volt az utolsó szülőklubunk is kb., mert ugye március 15-től már nem lehetett szervezni se pedagógus workshopot, se szülőklubot igazából. És akkor mindeközben elkezdtünk nyitni, elkezdtük fölvenni a kapcsolatot különféle tatabányai intézményekkel. A Puskin Művelődési Házba átköltöztünk, a Komárom-Esztergom megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítványon belül működik most már a szülőklubunk, és az elmúlt másfél-két évben uniós pályázatokat is benyújtottunk, 5 különféle pályázatunk fut, amiből egy kifejezetten az autista
gyerekeket érintő mintaprojektek kidolgozásáról szól, ez az egymásra hangolva. Ugye a Móra Ferenc általános iskolában van Tatabányán felmenő rendszerben normál intelligenciájú autista gyerekeket fogadó rendszer, és mi ott az intézmény érzékenyítését, tehát pedagógusok és ott dolgozók érzékenyítésére kidolgoztunk egy programot. Esélyórákat tartunk ott is, meg azokban a tatabányai oktatási intézményekben, amelyeknek az alapszabályában, szerepel, az alapítókiratában szerepel az, hogy fogad autizmussal érintett gyerekeket, és értett szóló szavak címmel a kommunikációt és a társas viselkedést segítő mintaprojektet dolgoztunk ki. Ez még zajlik, ez még folyamatban van. És ezeket úgy szeretnénk, úgy raktuk össze, hogy a későbbiek során, ha egy adott oktatási intézmény ezekből valamit szeretne a saját intézményén belül is megvalósítani, akkor arra legyen lehetőségünk. Nyilván kiváló szakemberek állnak a segítségünkre és a rendelkezésünkre. A szülőklub kezdeményezésére csatlakozott 3 évvel ezelőtt Tatabánya április elején az Autizmus Világnapi programhoz. Azóta minden évben ilyenkor kékben ragyog a turul emlékmű, s szerveznek valamilyen akciót, amely felhívja a figyelmet a láthatatlan különlegességgel élők helyzetére. Esélyórákat tartanak autizmus témában a megye oktatási intézményeiben. Ma már egyre több regionális intézménybe jut el a klub koordinátora, Sugár Gabriella a különböző korosztály számára kidolgozott interaktív foglalkozásokkal. A járvány alatt elkészítettek egy felmérést, amely a zárt csoportba összegyűjtött válaszok alapján az autizmussal élők jelenlegi helyzetébe enged bepillantást. Akkor, amikor megalakultunk, mi már akkor szerettünk volna adatokat begyűjteni különböző hivatalokból, hogy hány autizmusban érintett gyermek van mondjuk Tatabányán. És ugye különféle személyiség és egyéb jogokra hivatkozva nem kaptunk adatokat. Aztán közben arra is rájöttünk, ahogy egyre jobban kezdtük egymást megismerni, hogy a diagnózis, előbb elmondtam, hogy milyen sokáig tart, ugye sokszor, amíg megkapjuk. Akkor az, hogy milyen diagnózist kap a gyerek, az is néha az Asperger-szindrómás, meg a gyermekkori autizmus, nincs olyan nagy eltérés a kettő között, de mégis ugye hivatalosan más polcra kerül fel. Tehát, hogy a diagnózis tekintetében is nagy különbségek vannak, miközben lehet, hogy ugyanarról beszélünk. És most ezt a vírushelyzetet pont arra használtuk föl, hogy ha már kívülről nem kapunk információkat, akkor legalább nézzük meg, hogy mi magunk mit tudunk magunkról általánosságban elmondani. És különféle kérdéseket tettem fel. Kérdésekre a 53 válaszadó adta meg a válaszait. És hát ebből derült ki ugye az, hogy a legtöbb gyermekünk gyermekkori autizmussal diagnosztizált. Aztán még van több fajta is, ugye az autizmusnak vannak különféle alszámai jegyei a diagnózis tekintetében, és ami még érdekes, hogy 7 olyan gyerek is, illetve olyan szülő is beküldte a válaszait a gyerekével kapcsolatban, aki még nem diagnosztizált. Nagyon sok az óvodás, mint ahogy elmondtam, általános iskolás még, és utána egyszerűen eltűnnek. Kérdeztem azt is, hogy a vírushelyzet alatt kaptak-e valamiféle támogató segítséget. Gyakorlatilag az állami rendszerből nagyon-nagyon kevesen kaptak bármiféle jelzést, mert az lehetett akár egy telefon is az egész év alatt, vagy bármi. Ha a magán fejlesztésre vitték a gyereket a szülők, mert ugye van az állami, de általában a szülők azért, ha van rá mód, akkor magánfejlesztéseket is, valamilyen terápiákat még emellé
alkalmaznak a gyermek tekintetében. A magánterápiák azok úgy, ahogy próbáltak zajlani, volt, ahol online, volt, ahol telefonon a szülőnek próbáltak segíteni. Viszont ahogy haladunk egyre följebb életkorban a gyerekeknél, mint ahogy a bevezetőben is az elején is elmondtam, a középiskolásoknál ez már nem nagyon működött. Tehát a középiskolásoknál nem nagyon volt megkeresés, nem nagyon volt fejlesztéssel kapcsolatos észrevétel. Tehát ők tulajdonképpen hónapokig egyedül magukra voltak hagyatva. És akkor azt is megnéztük, hogy nyilván a szülőklub az jobbára tatabányai, tehát ebből adódóan a válaszadók nagy része is tatabányai. A gyerekeink nagy része normál nevelési oktatási intézménybe jár, de nyilván vannak olyanok is, akik speciális iskolákba, egymibe járnak, és hát nagyon fontosnak tartjuk azt, hogyha bármilyen fórumon beszélünk erről, akkor beszéljünk arról, hogy micsoda csodabogarak a gyerekeink. Úgyhogy én úgy próbáltam ezt az előadási anyagot is összerakni, hogy egy-egy PPT-n ott vannak a gyerekeink, és természetesen a pozitív tulajdonságaikkal. És hogy az egészet miért csináltuk? Az egészet tulajdonképpen azért csináltuk, mert azt gondoljuk, hogy el kellene kezdeni valamire építkezni. A nulladik típusú lépcsőfokra kellene eljutnunk, és ahhoz pedig nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy felmenő rendszerben évfolyamonként hány gyermek van, aki az elején elmondott kategóriákban érintett, tehát egyrészt van már diagnózis arról, hogy autizmussal él, folyamatban van a diagnózis, és a harmadik pedig, aki vélhetően az, de még el sem kezdődött a folyamat. És ugye ezek között évek telnek el, és akkor is ott van a gyerek az óvodába, meg az iskolába, akkor is valamilyen szinten foglalkozni kell vele, tudni kell, hogy hogyan foglalkozzanak vele. Úgyhogy éppen ezért nagyon fontos az, hogy mit tudom én, 2-3 éves kortól tudjuk azt, hogy mit tudom én, 56 diagnosztizált, 32 folyamatban van, és 13, aki még egyáltalán nem, mert így tudunk készülni aztán felmenő rendszerbe a gyerekek fogadására. Mert ebben a pillanatban azt érezzük, hogy egy tanévkezdés, egy tanévzárás, egy fél év, egy borzasztó sok, mert attól dübörög a szülőklub, hogy hova vigyem a gyerekemet, mert az iskolában már azt mondják, hogy nem bírnak vele, vagy az osztályban van már 2 diagnosztizált, és az én fiam az, akit ki kellene onnan szedni, mert már nem bír 3-mal a pedagógus. Tehát elképesztő, hogy milyen levelek, meg milyen problémák merülnek fel. Ez mind megelőzhető lenne, hogyha tudnánk azt, hogy pontosan hányan vagyunk. Az autizmussal élőknek olyan barátokra van szükségük, akik időt áldoznak rá, hogy megismerjék őket. Sok beszélgetéssel és rengeteg türelemmel mindenki csak nyerhet. Az autizmussal élők nem betegek vagy buták, csupán egyedi módon látják a világot. És ha barátként segítjük őket, talán képesek lesznek megosztani velünk a világukat. Az autizmussal élőkhöz kapcsolódóan több uniós projektet is indítottak. Egymásra hangolva című projektjük esélyórák tartásából, intézményekben dolgozók érzékenyítéséből és egy mintaprojektből, azért egy szóló szavak című sorozatból áll, amely autista kisiskolásoknak segít a kommunikáció és a társas viselkedés kiteljesedésében. A pályázat zárását követően az így szerzett tapasztalatokat a szakemberek kiválóan tudják majd alkalmazni más intézményekben is. Az Asperger-szindrómás autisták, és nem csak az Asperger-szindrómások, hanem a gyermekkori autizmusban is az egyéb diagnózisokat használó kifejezésekkel ellátott orvosi papírokkal bíró gyerekeket, hú, de hosszan mondtam, de nagyjából értettük, ugye, hogy mit akartam mondani. Tehát, hogy
hogy ezek a gyerekeknek egy része valóban normál óvodába, általános iskolába, középiskolába jár. Akkor, amikor felmerül az autizmus, akkor két út van, egy egészségügyi út, és van egy oktatási-nevelési intézmények fejlesztését javasló út, ez a szakértői bizottság. Na most első körben általában a szülő az egészségügyben vizsgáltatja meg a gyerekét, és kapja meg a diagnózist. Általában ezzel megyünk aztán a szakértői bizottsághoz, de van ez fordítva is, tehát előfordulhat fordítva is. Ugye az orvosi az azért kell, hogy a gyerek az egészségügyi rendszerbe a megfelelő polcra felkerüljön, és az orvosi igazolás szükséges aztán egy csomó olyan szociális juttatás igénybevételéhez, amely hát nem túl sok, de valami mégiscsak azoknak a családoknak és segítség nyilván, akik autista gyermeket nevelnek. A másik, a szakértői bizottság véleménye az pedig elképesztően fontos, mert az ott leírtak határozzák meg, hogy az óvodában és az iskolában a gyerek milyen jellegű és hány fejlesztést kap hetente. Na most a normál általános iskolákban nem feltétlen fordul elő, hogy autizmus-specifikus szakember van. Ilyenkor az utazó gyógypedagógusok azok, akik kijárnak az adott intézménybe, és próbálnak segíteni a gyerekeknek, de köztük is nagyon kevés az autizmus-specifikus szakember, arról nem is szól, vagy alapvetően kevés a szakember. Tehát nem feltétlen kapja meg a visszajelzések alapján minden gyerek azt a fejlesztést, amit a szakértői bizottság szerint járna neki az állami ellátórendszerben. Ahogy haladunk fölfele az oktatási rendszerben, tehát az általános iskolákban még nagyjából alsóba leginkább, fölsőbe is még azért nagyjából talán megkapják, de például középiskolákban nagyon ritka, hogy a fejlesztéseket megkapják a gyerekek, arról nem is szólva, hogy megint el kell, hogy mondjam, hogy ebből a házi kérdőíves felmérésből az derült ki, 53-an válaszoltak a különböző kérdésekre, hogy a nagy része a gyerekeknek óvodás, általános iskola, alsó és felső, az volt a másik nagy csoport, és középiskolás, illetve idősebb szinte alig van. És ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, hanem egyszerűen belefáradnak azok a szülők, akik középiskolás gyerekükkel próbálják a gyereknek a helyét keresni, azok már sokszor arra is fáradtak, hogy egyáltalán életjelet adjanak magukról, mert hogy ugye x évig végig szenvedték az oktatási rendszert, és a gyerek nem biztos, hogy a megfelelő polcra került fel, mert olyan is van, hogy felsőbe kapja meg, vagy középiskolába derül ki, hogy érintett az autizmusban. De ugye addig már annyi negatív tapasztalás ért az oktatási rendszerben, hogy ami a legnagyobb baj, hogy ezek a gyerekek ilyenkor mondjuk magántanulók lesznek, ami hát pont a kommunikáció meg a szociális viselkedés, ami onnantól kezdve nem veszi körül, bezárkóznak. A mi szülőklubunkban jelenleg nem kis erőfeszítéssel 2 olyan szülőt tudtunk becsalogatni, akinek 30 év körüli a gyereke, és többen vannak. De ők is annyira kifáradtak már ebben az egész rendszerben, hogy nem is nagyon akartak belépni a közösségbe, mert egyszerűen azt mondták, hogy ők nem akarnak újra nem akarják végigélni azokat a dolgokat, amelyeket végigéltek az elmúlt években. Most, hogyha csak visszapörgetjük egy picit magunkba a történéseket, mióta mi vagyunk 3 éves most a Kék Madár Szülőklub, az elmúlt 3 évben mennyi minden történt? Abszolút pozitív értelemben mondom. Autizmus témában, Tatabányán is. Tehát erre nagyon büszke lehet egyébként a város, mert tényleg nagyon sok minden történt, de még mindig nagyon az elején vagyunk. Hát képzeljük el, hogy 30 éve mi volt.
A fennállásának 30. évfordulóját ünneplő léleksegítő alapítvány tavaly tervezett programjait az idén szervezik meg. Változatos eseményeket kínálnak majd a járványügyi helyzet figyelembevételével április elején az autizmus világnapjához kapcsolódóan, s már tervezik a májusi esélyek napját. Ez a vírushelyzet most normál családoknál gondoljuk el, hogy mit jelent, és akkor próbáljunk meg elvonatkoztatni, hogy egy olyan családba, ahol van kommunikációban, szociális viselkedésben, és letapadt gondolkodásban érintett gyermek, hogy ez mit jelent. Nagyon nehéz év áll mögöttünk, és azért is, mert már elképesztő módon szeretnénk találkozni, hogy személyesen is meg tudjuk beszélni a problémáinkat. Gyakorlatilag zárt és nyílt Facebook csoportot működtetünk, a zárt Facebook csoportunk dübörög, mert hogy ott tudjuk tartani a kapcsolatot most egymással, és ott tudunk információkat gyűjteni. Tehát ezt az időszakot most arra használtuk föl, hogy egyrészt készült egy előadási anyag, amely majd a polgármesteri hivatalban, hogyha lesz rá lehetőség, akkor nagy valószínűséggel egy kerekasztal beszélgetésen lehetőségünk lesz ezt ismertetni, bemutatni. Ezen felül készülünk egy olyan anyagot is lerakni megfelelő emberek asztalára, amely azt mutatja be, hogy milyen általános problémákkal kell megküzdenünk, azért, hogy hát ha valaki ezt meghallja, és esetleg apró pici módosításokkal is, de javítani tudnak a mindennapokon és a helyzetünkön. Illetve hát amennyire tudjuk, ahogy tudjuk, bonyolítjuk ezeket a pályázatokat, készítjük elő, és hát nem tudom, hogy rendezvényeket hogy fogunk tudni szervezni, de például az egyik pályázatunk, a Léleksegítő Alapítvány, tavaly volt 30 éves, tavaly nem tudtuk nyilván lebonyolítani. Idén viszont több városi érzékenyítő, nagy városi érzékenyítő programokat is szeretnénk szervezni. Hát az egyik az áprilisban lenne az autizmus világnapjához kapcsolódóan. Éppen most az elmúlt napokban tárgyaltam, nagy valószínűséggel lesz olyan, ami világhálóra költözik. Hát autizmus témát eleve úgy, tehát ez borzalom, de hát jobb hiány most valószínű, hogy más nem fogunk tudni. Illetve azért a Turulhoz a kék túrát, azt valószínű megpróbáljuk majd lebonyolítani. Nyilván megint levelet fogalmazunk, és szeretnénk, ha kéken ragyogna a Turul ismét április első hetében Tatabányán, és egy különleges kiállítást is szeretnénk majd megvalósítani, mert hogy ezek azok, amelyek nem feltétlen kellenek, vagy nem feltétlen úgy bonyolódnak, ugye, hogy össze kell, hogy, és egy térbe szűk helyen legyünk. Úgyhogy most ebben gondolkodunk, május 21-én esélyek napját szeretnénk szervezni, de hát nem tudjuk még, hogy az majd hogy alakul. És hát ha végre lehet, akkor az esélyórákat is szeretnénk majd folytatni. Rendkívül sok tervünk van, most sajnos a vírus az sok mindent behatárol. Az idén 3 éves Kékmadár Szülőklub a járvány ideje alatt is azonban, hogy minél több közösségi programot szervezzen, természetesen a helyzetnek megfelelően, és továbbra is várják zárt és nyitott csoportjukba az autizmusban érintett személyeket, valamint azokat is, akik segítséget szeretnének kérni. Köszönjük figyelmüket! Önök a Bicskei Televízió közéleti magazinját, a Szívügyünk Bicskét látták. Mai adásunkban kiemelten foglalkoztunk az autizmussal, és bemutattuk a Kékmadár Szülőklubot, ami ugyan Tatabányán található, de rengeteg szülő látogatja, mind Fejér, mind pedig Pest megyéből is, hiszen a teljes régióra kiterjedően nyújtanak segítséget az autizmussal élő gyermekek szüleinek. Köszönjük figyelmüket, találkozunk jövő héten, akkor is a szokásos időpontban a csütörtök esti hír összefoglaló után várjuk Önöket. További szép estét, kellemes televíziózást, a viszontlátásra!